Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizós, október 30-án. Napkeltékor a hold még mindig a Revati Holdházban található, ugyanúgy, mint tegnap. Erről a tegnapi felvételen beszámoltam. A nap folyamán elhagyja ezt a holdházat, és átkel az Ashvini holdházba. Az Ashvini holdház az az első holdház, ezzel indítunk valami újat. Ez az Ashvini holdház mutat egy új kezdetet, mint egy ilyen napkeltét, így a mai napon indíthatunk valamit. Itt van gyógyulás és gyógyító erő is, mert az asvíniak az a medicinnel áll összefüggésben. Nem csak a gyógyulásról van itt szó, hanem a hivatásról is, ápolónők, gyógyászok, orvosoknak a holtháza. Az indiai mitológiában az áll, hogy ez az ikerpár, az asvíniak, ezek hajtják a lovakat, meg ezzel a hintóval mennek mindenfele, és figyelik, hogy mi történik nálunk embereknél, és aki bajban van, ott megállnak és segítenek. Tehát van ez a gyógyító erő, és ez a segítség, amiben bízhatunk. A mai napon a hold eléri azt a pontot, ahol így kering a föld körül, ami a legmesszebb van a földünktől. Ez kivált nálunk érzelmeket. Ilyenkor jönnek a vágyak, az álmok, a remények, de úgy tűnik, minthogyha ez nem valósulhat meg. Ugyanúgy, mint ahogy a hold messze van a földtől, így érezhető, hogy amire mi vágyunk, az a messze eltávolodott tőlünk. Ilyenkor kell a belső erő és a hitünk. Nem szabad, hogy elveszítsük a hitünket. A mai napon a nap és egy visszafele tekintő Uránusz bolygó szemben áll. Itt tükröződik valami, és kell a belső egyensúly. Itt oda kell nézni az eseményekre, Uránusz bolygó hatása alatt változásokról van szó. Mivel visszatekintő, az lehet, hogy így lelassítja az eseményeket, vagy pedig valami vagy valaki visszatér a múltból. Milyen változások? Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, vagy változások a párkapcsolat területén. A hold. A mai napon egy úgynevezett kvadrát aspektusban áll Plutó bolygóval. Itt le kellene zárni valamit. De ez nehéz, mert itt vannak fájdalmak is, meg félelmek is. Ez egy kihívás. De hogy fogjuk ezt megoldani? Arra megadja a választ a következő felvétel, amit holnap készítek el, a teli hold energiáról. Mert akkor oda kell nézni, észrevenni a fontos dolgokat. És ez volt a felvételem, Mizós, október 30-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!